Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Elsősorban Németi László tűzoltó ezredes urat, a Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettesét, Lóki Rihárd tűzoltó úrnagyot, a Dunaújvárosi katasztrófa védelmi kérendeltség vezetőjét, Mihály János, a Fejér megyei tűzoltó szövetség nyugalmazott elnökét, Varga Zoltánt, a Sárbogári hivatásos tűzoltó parancsnokság nyugalmazott tűzoltó parancsnokát, Mihály Istvánt, a Fehérvár Csurgói Ötek parancsnokát, elnökét, és Sipicki János, a Dunaújvárosi katasztrófa védelmi kérendeltségtől. Külön köszöntöm még Pirkán Zsolt polgármester urat, a képviselőtestületet, testvértelepülésünk küldöttségeit, Jake-ről, Németországból, a németországi hátból és Rohingyából érkezett barátainkat. 2013. július 26-án a Mezőföldhelyi Közösség Egyesület támogatói nyilatkozatának értelmében Lajos Komárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 13.507.774 forint támogatást nyert. A pályázat célja, hogy a tervezett fejlesztésekkel a felső szinten lévő helyiség alapterületét megnöveljük, az épület szigetelésével és vakolásával energiaköltséget takarítunk meg. A tervezett változásokkal a helyiség vonzereje megnő a civil szervezetek számára. Szabadidős tevékenységet, összejövetelek, rendezvények számára alkalmas helyiség kerül kialakításra. A felújítási munkálatokat a Lajos Komáromi Település Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Végezte. A kivitelezési munkálatok 2014 májusában kezdődtek, és 2015 márciusában fejeződtek be. Az önkormányzat azért döntött a meglévő épület átépítése mellett, mert az akkori félig beépített tetőteret szerette volna teljes egészében kihasználni, így szükséges volt a tetőszerkezet átépítése. A tetőszerkezet átépítésén kívül a tetőtérben kisebb belső átalakítások is történtek, válaszfalak és ajtók beépítése, valamint 2 darab új homlokzati nyílászáró került beépítésre, a tetőszerkezet fogadására új monolit vasbeton koszorú készült, valamint új oromfalak is készültek. A földszinti területen megújult a vizes blokk, és a lépcsőt is újjáépítettük. Az átalakítás után 2 új helyiséggel bővült az emeleti rész, reméljük jelentősen csökken az épület fenntartási költsége, és javul a szolgálatot ellátó tűzoltók munkavégzésének feltétele. Ez a projekt valósult meg, és kiegészült önkormányzati támogatással, valamint az önkéntes tűzoltók és Lajos Komárom segíteni akaró lakosainak egyéb hozzájárulásaival. A Lajos Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 126 éves múltra tekint vissza, létszámunk ma 28 fő. A tűzoltóság elhelyezését szolgáló tűzoltószertár 1976-ban épült. Ezután a két évente aktuális tisztasági festésen kívül más korszerűsítés az épületben nem történt. A 2006 utáni években az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évente pályázatokon nyert kisebb összegekből, apró lépésekben igyekezett a tűzoltószertár épületét a kor kihívásainak megfelelő állapotba hozni, valamint a mentőeszközök, autók biztonságos elhelyezését megoldani. 2013-ban az Európai Vidékfejlesztési Alapnál elnyert összeg felhasználásával a Lajos Komárom központjában álló épület most már harmonikusan illeszkedik a település évről évre megújuló, megszépülő környezetébe. 2014. májusában elkezdődött tehát a felújítás. Mindenki lelkesen, bizakodva, nagy várakozásokkal látott munkához. Azonban egy tragikus balesetben életét vesztette ismerősünk, barátunk, munkatársunk. Többenet jött az egész településre, a Lajos Komáromnakra. Értetlenül álltunk az értelmetlen haláleset előtt. Ezért az elkészült épület falán egy táblát helyeztünk el, hogy örök emléket állítsunk áldozatának. Emlékezzünk kegyelettel és egy perces néma csenddel Molnár Gáborra, aki tragikus üzemi balesetben fiatalon vesztette életét. Szárok vigyet! Hüvetése tiszteleg!
Köszönöm szépen! Szárok figyelj! Pedig hallgassuk Balogh Adrienne és Sándorné Takács Klaudia játékát. Paska Istvánt az Egyesület tagsága 2003-ban választotta meg elnöknek, 2005-ben már ő koordinálta a tűzoltó szertár állagmegóvó munkálatait, 2006-ban a parancsnok halála után a megbízott parancsnoki tisztséget is átvette. 2007-ben meghatározó fordulóponthoz érkezett az Egyesület, az idősebb tapasztalt tűzoltók mellett sok fiatal csatlakozott a szervezethez. Energikusabb és jóval hatékonyabb működés vált lehetővé. Tiszta bácsi elnöksége alatt az Egyesület rohamosan fejlődött. Néhány fő mozzanatot szeretnék kiragadni az évek során a feladatokból, amit elvégeztünk. 2008-ban körzeti tűzoltóversenyt rendeztünk Lajoskomáromban, és 40 órás tanfolyamot végzett 16 fő. 2009-ben ünnepeltük a 120 éves évfordulót, megírtuk az első NCA-s pályázatot, adó 1%-os gyűjtésbe kezdtünk. Jelentősen megnöveltük a működési területünket, együttműködési szerződést kötöttünk a Siófoki Tűzoltósággal és a Szabadhídvégi Polgárőrséggel, ekkor vásároltuk meg a visszaállító autót, ehhez szükség volt a garázs átalakítására is. 2010-ben a tűzoltószertár, a zászlónk és a Flórián szobor felszentelése történt, és ekkor elkezdtük a nyilázárok cseréjét is. 2011-ben a parancsnokunk elvégezte a parancsnoki tanfolyamot, majd a szertár emeleti ablakait és ajtókat is cseréltünk. 2012-ben a fejünk felett lebegett a katasztrófavédelmi őrs létrehozásának lehetősége. Ráébredtünk, hogy csak az Egyesület további fejlesztésével kerülhetjük ezt el. 2013-ban megalakult az önkéntes fehérmentőszervezet és az Emingi járás önkéntes mentőcsoport, melyben a lajoskomáromi tűzoltók is részt vesznek. Ekkor voltak rendkívüli időjárási körülmények a havazással, majd pedig az árvíz, az el kellett megküzdeni.
2014-ben a tűzoltószertár átalakítási munkálatai körül forgott az egyesület élete, de ekkor egyes kategóriás egyesületté lépett elő az egyesület, tehát minden felszerelésünk felülvizsgálattal rendelkezik és megfelel az előírásoknak. Minden vonulós tagunk egészségügyileg alkalmas, megfelelő végzettséggel rendelkezik. Évente megszerveztük a tűzvédelmi ellenőrzéseket és a gazdák tűzoltókészülékkel való ellátását. Harmonikus a kapcsolat az egyesület tagjai között, sikeres pályázatok születnek, a vonulások száma megtöbbszöröződik, a szervezet a falu közösségi életének szerves részévé vált. Elnöksége alatt megbízható, jól képzett, bármikor bevethető, szakmailag nagyon jól működővé vált a Lajos-Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2015 májusában úgy érezte, már eleget tett a közszolgálatáért, lemondott tisztségéről, azonban a közgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta. Krista bácsi, köszönjük ezt a 12 évet, engedje meg, hogy az egyesület nevében nagyon-nagyon sok erőt, kitartást és boldogságot kívánok. Akkor most Boldog Lászlót, az egyesület elnökét szeretném kérni. Köszöntök mindenkit a Lajos-Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem, és átvettem az egyesület elnöki tisztségét. A vállalt feladatot igyekszem maximálisan végezni, folytatni a megkezdett munkát, miszerint 2016. januárjától önálló beavatkozó egyesület vállás feltételeit megteremtsük. Ez azt jelenti, hogy kisebb súlyú esetekben hivatásos egység nélkül avatkozhatunk be. Ez lehetőség és felelősség is, ugyanakkor egy fejlődési lehetőség. Az idei év erre való felkészüléssel telik, hiszen meg kell velelnünk különböző elvárásoknak. Szeretném megköszönni mindenkinek, akik részt vettek a felújításban, vagy bármilyen módon támogatták, hogy a tűzoltószertárunk megújulhasson. Ezúton szeretném megköszönni Paska István elnök úrnak a több éves munkáját. Köszönjük, hogy munkájával az egyesületet előrébb egy magasabb szintre emelte, akár verseny, vagy szakmai téren egyaránt. Munkájára továbbra is számítunk, és jó egészséget kívánunk neki. Most pedig hallgassuk meg Németi László tűzoltó ezredes beszélőt. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, elnök és parancsnok urak, tisztelt egybegyűltek tűzoltóbajtársaim és Lajos-Komáromiak. Szeretném elsősorban megköszönni azt valamennyi tűzoltó nevében, hiszen a Lajos-Komáromiak egy nagy tűzoltó családnak a tagjai, a megyei tűzoltók nevében azt a lehetőséget, hogy ez a tűzoltó laktanya megújulhatott. Én biztos vagyok benne, hogy a polgármester az önkormányzat képviselőtestület nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Ezt szívből köszönöm. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Én azt gondolom, hogy a Lajos-Komáromiak valóban teljes értékű tűzoltó feladatot látnak el itt ebben a térségben. Jól tudhatjuk itt a klímaváltozás kapcsán, hogy a természeti események nem kímélnek minket, és a Lajos-Komáromiak viszonylag távol esnek a segítségnyújtó hivatásos kéztől, de én azt gondolom, hogy a Lajos-Komáromiak mindazt teljesíteni tudják, hogy a hivatásos állományunk tudja. Én bízom abban, hogy az ő szakmai munkájukat, az új tűzoltó laktanya megfelelőképpen fogja tudni szolgálni, hiszen, mint ahogy elhangzott egyébként, a sok verseny, szakmai gyakorlat, mentőcsoport test során mind bizonyították, hogy első osztályú munkát tudnak nyújtani, és biztos vagyok benne, hogy ez az új laktanya ezt a munkát fogja szolgálni. Én ehhez sok sikert, erőt és egészséget kívánok. Köszönöm szépen! Megkérem Mihály János urat, a Fejér megyei Tűzoltó Szövetség nyilvánozott elnöki beszédét tartani. Tisztelt polgármester úr,
Elnök parancsnok urak, kedves vendégek, tisztelt tűzoltó bajtársak! Szeretném átadni önöknek a Fehérvárcsúri Önkéntes Tűzoltók Egyesület köszönetét, azért, mert amikor 2009-ben Fehérvárcsúriról úgy döntöttünk, hogy felújítjuk az addig halódó Önkéntes Tűzoltók Egyesületet, első között a Lajos Komár Egyesülettől kaptunk segítséget, bár most hallottuk az előbb, ők is abban az időben kezdtek el fejleszteni, és most eljutottunk odáig már Fehérvárcsúrgon, hogy gépánfecskendővel, kis képelművel rendelkezünk, és állandó képzett létszámmal. Ezen az úton szeretnénk mi is fejlődni a Lajos Komár miatt, és hát előbb-utóbb lehet, hogy mi is kitűzünk célként az, hogy önálló hatóegységét fejlődjük. Természetesen a szakmai segítséget megkapjuk a katasztrofélentől, mint ahogy a Lajos Komárnak is megkapták, és a negyed ültő szövetségtől is a képzések vonatkozásában, mint ahogy ez történt Lajos Komáromban is. Én gratulálok ez a munkához, amit itt végeztek Lajos Komáromban. Köszönöm szépen a tűzoltóknak, köszönöm a település önkormányzatának, a polgároknak, akik segítették, segítik az Önkéntes Egyesületet abban, hogy itt eredményesen tudjanak végezni, és kérem, hogy továbbiakban is ezt a segítséget adják meg számukra. És engedjék meg, hogy a köszöntünk jelölő Lajos Komár Önkéntes Tűzoltók Egyesület részére Fehérvárcsúrgó Önkéntes Tűzoltók Egyesület ajándékát átadjuk. Elnök úrnak. Természetesen a leköszönő elnök úrnak is további boldog és sikeres és elsősorban egészséges életet kívánunk, és neki is köszönjük, hiszen ő volt az Egyesület elnöke abban az időben, amikor a segítséget megkaptuk tőle. Egy kis szerény ajándékkal szeretnénk szintén Csurgi Egyesület nevében és a magam nevében is megköszönni a segítséget. Köszönöm szépen, hogy tisztelt figyelmet! Köszönjük szépen, átadom a szót Tirtyán Zsolt polgármester úrnak. Parancsnok úr, elnök úr, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én csak egy pár adalékot szeretnék hozzátenni ehhez a mai eseményhez. Ugye Lajos Komárom Fejér megyében szomszédos településekkel egyetemben az egyetlen fehér folt. Tehát ahhoz, hogy ide jusson a segítség, hivatásosokról, hogyha beszélünk, ez 35 percet vesz igénybe. Magyarországon kitűzött cél 15 perc. Tehát amikor erről az épületről beszélünk, és azokról, akik ezt az épületet megtöltik, saját szabad idejüket feláldozva, sokszor saját javaikat feláldozva, tehát így tekintsük rájuk, és azt mondom, büszkén és bátran, bizakodva tekinthetünk rájuk. Az elmúlt évek statisztikája alapján 5 éves ciklusról beszélek, minden egyes riasztáson kín voltak. Tehát ezek az emberek, fiatalok, utánpótlás is van bőven, megbízhatóak, és ezért volt az, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel kiállt az épület felújítása mellett. A pályázaton felül jelentős forrásokat, közel 10 millió forintot még ráköltöttünk. Tehát olyan fejlesztéseket tudtunk elvégezni, fűtés, teljes villanykorszerűsítés, fürdőszoba, most tisztálkodó helységek kialakítása. Tehát ezt az önkormányzat maga vállalta. Én magam önkormányzatunk nevében megköszönöm a legköszönő elnök úrnak az egész hosszú pályafutását, amit a faluban az önkéntes tűzoltók értett. További sok sikert, erőt, egészséget kívánok neki, és a tűzoltóknak kitartást a jövőbeni munkájukhoz. Köszönöm szépen!
Ünnepünk folytatásaként felkérem Decman Tibornak is szeretőre az épület megáldására. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Istenem, te vagy az én Istenem. Téged kereslek, téged szomjaz a lelkem. Feléd sóvárog a testem, mint víz híján a szomjas sivatag, mert kegyelmed jobb az életnél is. Hadd dicsérjen ajkam téged, életem folytálig, végig áldalak téged. Kezém a te nevedben, emelem imára, mert te voltál segítségem, és a te szárnyad árnyékában örvendezem. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkel örökké. Amen. Hadd olvassa fel a testvéreknek, az ünneplő testvéreknek egy új szövetségi szent igét, Pál apostol első korintusi leveléből, ez így szól. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mire épít erre az alapra, ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt fal. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ünneplő testvéreim, a tüzet tudjuk vészforrásnak is látni, olyannak, amelyben az emberi élet és az emberi munka értékei porrá lehetnek. De megzabolázva a tüzet, az élet segítőjét is megismerhettük benne. József Attila sorait ismerjük. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. És ennek a tűznek a lángjai, vagy melege, a költőnél abból fakadna, hogy amik már nem használnak az emberi életnek, azok így eltűnnének az életből. A görögség Hérokleitosszal az élen azt vallotta, a tűz a kozmológiai folyamatok mozgatója. Látszólag ennek a régiójából származik az eső is. Ez a gondolatmenet már nem annyira természetes számunkra, mert azt vallották, hogy a tűz nedvességet fogyaszt. De ha a tűzforró napokra gondoltunk, amelyek nem túl régen itt is itt voltak, és azt, hogy azok a napok mennyi párát tudtak felvenni a földről, akkor talán értjük ezt a gondolatmenetet. Földi vagy égi tüzek ismerősek az ember számára, akár természetes formájukban, akár gondolati konstrukciókban is. Nem ismerjük tagjainkban is a tüzet. Ma nem az égő fájdalmakra gondolok, hanem a lélek tüzére, ami képet már szintén használtak a görögök. Talán akkor érezzük, hogy baj van a lelkünkkel, ha abból kezd kihújni a tűz. Jézus maga ígérte, hogy ő a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. De jó, ha jelezni tudjuk lelkünk kihűlését, ha tudunk kinek szólni, vagy a tűzoltóknak is kell olykor munkájukból kifolyólag a lelki segítség, hogy a megtapasztalt nehéz eseteket, az oltásban tapasztaltakat fel tudják dolgozni. Ha nem ez történik, ha nincs segítség, végül munkára képtelen lehet a tűzoltó is. Jelezni kell, hogy hogyan kell tüzet jelenteni a tűzoltóság felé tűzesetben, ezt illik mindnyájunknak tudni. Idézzük. Először is el kell mondanunk, hogy hol történt az esemény. Fel lehet sorolni helyet, címet vagy viszonyítási pontot. A lelki életben is tudnunk kell helyünket. Kell, hogy legyen viszonyítási pontunk, mit miért teszünk. Tudnunk kell, mire építettük házunkat, életünk házát. Kire, mire építjük terveinket. Aztán a telefonban el kell mondanunk, mi történt, mi van veszélyben. A mindennapi életünkben is tudnunk kell, minek milyen következménye lett már az életünkben. Tudnunk kell, minek milyen tartósága van az életünkben. A segélyhívásnál a harmadik az, hogy elmondjuk,
ember élet van-e veszélyben, hány ember sérült meg. Figyelni kell általában is a velünk együtt élőkre. A tűzoltó munka elvont értelemben valami hirtelen végbevitt mentő munka, de a tűzoltók igazi munkájától sokkal több. Példája is lehet az emberi együttélésnek, az ő példája, ahogy testvéri lelkülettel összetartanak, egységet alkotva, hogy egymás segítségére tudnak lenni, mondjuk így, hogy összességében egymás áldásaivá tudjanak lenni. A tűzoltás hevében néha a segítés vágyának adrenalinjával nem azt nézi a tűzoltó, hogy a munkavédelmi előírások megvalósultak-e vagy sem, hanem van egy konkrét eset, és azt mondja, hogy azt meg kell oldanom. Lehet bennünk egyfajta rossz optimizmus, amely így szól, én vagyok a tűzoltó, és velem nem történhet meg a baj, hiszen nekem kell a tüzet eloltani. Sajnos ezért olyan végzetes balesetek is előfordultak már tűzoltók között, hallhatjuk hiszen a médiában nap mint nap, de más élethelyzetekben is, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha körültekintőbben végzik a munkát. De azért pálcát törni fölöttük nem a mi dolgunk, még ha most ezen az ünnepségen egy emléktábla felhelyezésével újra sebek szakadhatnának fel. A magunk felelősségét kell minden munkánkban és egész életünkben venni. Hogy a tűzjelzéseknél is be kell mondanunk felelősen nevünket és telefonszámunkat. A hatóságok azt kérik, csak nyugodt maradjon a bejelentő, hogy érthető legyen, mit akar közölni. Isten tisztában van velünk. Nekünk kell tisztázni életünket előtte és vele. És ez előtt is pedig, ahogy azt a tűzoltóknak és mindenkinek is kell tenni, mit miért teszünk, tudnia kell. Önmagunkért, vagy az Istenért és az emberekért. Jézus azt kérdezi János evangéliumban, mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek. Keressük tehát Isten dicsőségét, hogy a végső nap tüze meg ne égessen minket. Áldja meg Isten ezt a felújított épületet, áldja meg azokat, akik itt készülnek tűzvédelmi és tűzoltó szolgálatukra, és innen indulnak bajba jutott emberekhez, veszélyben lévő értékekhez, hogy munkájukon Isten áldása lehet. Imádkozzon. Mindenható Isten mennyei Atyán, számtalan jót adsz nekünk, szüntelenül, életünket is kegyelmesen oltalmazod. Ad nekünk szent lelkedet, hogy hitáltal felismerjük ebben atyai irgalmadat, és őszinte hála ébredjen szívünkben, végtelen jóságodért, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Köszönjük szépen, most pedig hallgassuk Balog Adrián és Takács Sándor, mint Takács Claudia játékát is még. A tűzoltó szertek kulcsának átadására Boldog László elnök úr. És pedig megkérlek megint a polgármester úr, Paska István elnök úr, vágjátok át a szalagot. Oldalról.
Köszönjük szépen, ezzel az ünnepi műsorunk véget ért. Bátran biztatok mindenkit, vegyük birtokban szertárt. És a hozzátartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyakorló megnyilvánulása. Köszönjük! Megkérem Pektó Lajos urat, előadásával nyissa meg a mai vadásznapot. Jó napot kívánok a gyöngy gondolatot, összeszedett gondolatot, több évtizedes gondolatokból állnak össze. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármesterek, kedves vendégek, kedves vadászbarátaim, itt szép számmal megjelentek a mai napon. Engedjétek meg, hogy a Szent István ünnepi sorozat után a mai napon augusztus 21-én Lajos Komárom helyszínnel a Lajos Komáromi Hubertus Vadászverseny trófea kiállítását a mai napon megnyissuk és a nézőközönség elé bocsátsuk. Engedjétek meg, hogy mielőtt a trófea kiállítást megnyitnánk, néhány szót szeretnék szólni, és nem mehetünk el amellett, hogy ne említsük meg, a címben is benne van az a dicső múltat, ami több mint 60 évet tükröz. Elsőként szeretném elmondani azt, hogy a Lajos Komáromi település Mezőföld
délnyugati térsége, ahol az emberek megélhetése a mezőgazdaság mellett az állattenyésztés. Örömmel jöttem ide, mert 25 évvel ezelőtt, pontosan augusztus 3-án, mikor megyei fővadász lettem, ejtettem el az első őzbakomat Lajoskomáromba, Szabó Ferenc barátunkkal közösen, és ezt az egy bakot lőttem ezen a területen, de valahogy az emlékeim szinte most is úgy élnek, ahogy akkor történt. 25 évvel. Azóta nagyot változott a világ. Kicsi lépésekkel, de nagyon sokat változott. És örülök annak, hogy felkértek arra, hogy ezt a trófeakiállítást nyissam meg. Egyszerűen azért is, mert én megyei vezető, aki az egész megyébe gazdálkodókat összefogja és a képviseleteket ellátjuk. Másodszorban azért, mert félig meddig az egyik szívemnek a része agrármérnök, mint továbbra is dolgok. És örömmel jövök Lajoskomáron irányába mindig, mert rendezett, gondozott birtokokkal találkozom, teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos, korábbi években és most is. Látom, hogy precíz gondossággal művelik a földeket, precíz gondossággal ápolják a megmaradt fasorokat, és érezni azt, hogy az összefüggő nagy mezőgazdasági gazdálkodási téren, akik dolgoznak, egy biztos megélhetési forrás. Szintén az útnál maradva, tegnap előtt voltam lent, amikor eljöttem ennyi után, és megláttam a vigótanyát. Nem a gazdagság, ami rendjük akart anyába, hanem az igényesség. Az az igényesség, ami megjelenik benne. Nyilvánvalóan sok pénz kellett hozzá, de mellette az, hogy megjelenik az igényesség, és az egész térségre jellemző. Én úgy érzem, hogy az itteni mezőgazdálkodás mellett az a vadászat, vadgazdálkodás, ami folyik és szerves egységbe folyik, egy nagyon fontos együttélést eredményez. Vadászat történetben, ha visszamegyek évszázadokra visszamenőleg is, a Batthyányiak, Csekonics, mindenki előtt ismertet a két név, és ha előveszem a kis súlyomat, és ennek a meghívónak nézem az elejét, akkor ez a címer nagyon sok mindent elárul. Még az avatatlan is tudja azt, hogy miről szól ez a térség. Tehát a búza, a hátetű, a nemzeti szalag, a Batthyányiaknak a kerete és a magát megkoronázott korona, amik a felső részén helyezkedik. Talán mindent megmond erről a térségről. Én úgy érzem, hogy a Batthyányok idejében is már nem csak egyszerű vadászat volt, hanem volt egy vadgazdálkodás is. Aki nem ismerné, van egy Fejér megye története című könyv, kifejezetten vadászatról szól, ahol leírják azt, hogy Enyhing és Lajoskomáron térségében két nap alatt 1200 mezei ulat lőttek, pálcán az kevesebb volt, fogoly volt, és mellette folyamatosan feljött a nagy vadállomány, a szarvas, az őz, a szarvas és a vadvisza. Most ennek a napjait éljük, de volt egy múlt, volt egy olyan múlt, amit lényegében azok a nagy birtokosok alakítottak ki, aminek ma is valami része továbbra is érkezik a területet. Ez egy nagyon jó dolog. A mai világban tulajdonosok váltják egymást, de a megélhetés továbbra is marad a mezőgazdaság, és ehhez kapcsolódóan igaz, hogy hobbi szinten marad a vadászat, de emögött egy nagyon tudatos vadgazdálkodás. Még egy gondolatot szeretnék ehhez folytatni, hogy a kultúrának a fejlődése hogyan alakul. Egy faluban, mindig hátrányog egy falun, érzem azt, hogy egyáltalán milyen faluról van szó, kik lakják azt a falu. Élő az a falu, vagy volt az a falu. Sajnos egyre több faluban az idősek maradnak, a fiatalok elmennek, és azt látom, hogy a térségben az itt gazdálkodóknak nagyon fontos szerepük van abban, hogy az itt élő embereket megőrizzék, és azok a lelkek, akiket szolgálják, alázattal itt maradjanak, és tovább is ezt az örökséget tovább.
Nagyon szép gondolat volt, hogy kitől jött, nem tudom, hogy a fesztivál keretében itt élő emberek, akik vadászok, gazdálkodók, valahol megjelenjenek ezen a fesztiválon, és része legyen a fesztiválnak a vadgazdálkodás vadászat, és ennek a legfőbb mutatói a trófeák. Trófea. Amikor mondom valakinek, hogy trófea bemutatóra megyek, akkor megkérdezik tőlem, hogy milyen trófea bemutatóra. Mert a trófea bemutató az akár egy úszó bajnoknak a trófeának a bemutatása, vagy egy, ha olvassák a neten, rengeteg olyan, hogy trófea boltok, éttermek, stb. Tehát nagyon sok minden kötődik a trófeához, ami sok mindent elárul a múltról, a jelenről, és megmutatja azt, hogy egyáltalán milyen minőségben. Itt a teremben a múlt jelenik meg a jelenben. A jövő az senki nem tudja, hogy milyen lesz. Az egy olyan pont, amit optimistán kell, hogy szem előtt tartsunk, és bízunk abban, hogy a jövő egy biztos úton halad, és a fiatalok meg fogják építeni a következő nemzetközi. A vadászatot kinőtt a nagybirtokosi rendszerből, egy rendszerváltással ugye 45 után, 49 és 50 között átalakult maga a vadgazdálkodási rendszerünk, amiben nagy szerepet játszottak azok az emberek, akik már nincsenek közöttünk. De itt vannak ők is. Tehát akinek az nagyapja, apja ezen a területen vadászott és vadgazdálkodott, ő mindig úgy érzi, hogy itt van. És ez a jó. Így emeltem én Paska Mihályat, Paska Attilának az édesapját, aki ismert ember volt, személyét nem ismerte. De mint vadásznak azt, hogy az egyik trófeája, ami itt helyezkedik el, 50 éves korában ejtette el, és 50 év után egy olyan trófea, ami megjelent az 1971-es magyar világkiállítás. Tehát egy fantasztikus érték képviselő van itt a falon, ami szerintem reméljük, hogy a 2021-es világkiállításon ismét szerepet fogják. Egy hadd említsem Tóth István úr, vadőr volt, aki kezelte a területet, és szintén ez a trófea megjárta a világkiállítást. Bízunk benne, hogy ezek a trófeák felkerülnek, és mellette sorolhatnám az összes többi Szabó Ferenc, Paska Attila, Szabó Imre által ejtett trófeákat, amit képviselni fogják a térségnek, a kincseit, azokat az értékeket. 65 év hosszú idő. Ha valaki belegondol, ez 2,5 ember öltő. Ez csak úgy lehet megcsinálni, ha valaki tovább viszi ezeket a dolgokat, ehhez kellettek azok a családok, azok a személyek, akiket felsoroltam, hogy a következő évtizedekben ez a vadgazdálkodás, vadászat tovább éljen. Én úgy érzem, hogy ennek megvan az alapja ebben a térségben, és azok az emberek, akik itt élnek, és a mezőgazdasággal, közösen a vadászokkal tudnak egy olyan értéket teremteni és megtartani, ami fontos lesz számunkra. Én úgy érzem, hogy a mai trófea kiállítás annyira egyedi. Én nagyon sok vadászati rendezvényen részt veszek, az elmúlt héten alapon volt a Fejér megyei vadásznak, ami a protokoll ünnepélyes keretek után fesztivál jellegűvé vált. Az emberek jól érezték magukat, barátságosan köszöntötték a másikat, és volt egy nagyon nagy dolog, hogy kezet fogtak egymással. Aki keresztény ember, és a templomban
amikor azt mondja, hogy béke veled, és a mellettünk állóban legyen az ismerős vagy ismeretlen, kezet fogunk, egy olyan lelki kapcsolat alakult ki ember és ember között, hogy ezt nem lehet kimondani. Most valahogy úgy érzem én is, hogy kezet szeretnék fogni mindenkivel, kezet szeretnék fogni a szervezőkkel, azoknak, akik itt helyt adtak, azok, akik ezen munkálkodtak, és nem is tudom sorolni, tehát akik ebben részt vettek mindannyian, ha csak gondolattal, szóval, cselekedettel, akkor már nagyon tettünk. Köszönet a vadásztársaság vezetésének az, hogy a megye vadgazdálkodását így meg tudják mutatni, és kívánom azt, hogy a mostani vezetés jó erőben, egészségben tovább tudja vinni, és egy nagyon fontos dolog, hogy tovább tudja adni. Mi, akik elérjük azt a 41 néhány évet, én is 42 éve vadászok, 42 évet, akkor azt mondom, hogy következik a tudás átadás. Következik az átadás annak, amit összeszedtünk, és ebben nagy szerepet játszunk. Befejezésül szeretném mondani azt, hogy van itt egy olyan család, aki ember feletti módon vezette a vadász civil szerveződést, Idő Szabó Ferencre emlékezve, két fia Szabó, elnézést nem tudom a kort, Szabó Ferenc, aki talán az idősebb, és Szabó Imre, aki gyermekei, és gényeiben örökölték azt, hogy nekünk ezt a mai napot valamilyen formában összehozták. Tisztelet minden elhunyt vadásznak, aki a mai napon itt megjelenik közöttünk, és reméljük, hogy az elkövetkező időben egy emlékfal avatással tudunk majd gondolni arra, hogy ezt a közösséget valamikor kik, hogyan építették fel, és átadták a jövőt. Ezen gondolatokkal szeretném befejezni, és megnyitni a mai trófea kiállítást, és az utána következő gasztronómiai ételek kóstolásához, gondolom vadételekről lesz szó, jó étvágyat kívánok, jó szórakozást, és örülök nektek. Köszönjük szépen Fővadász úrnak a méltató szavait, megnyitóját. Megkérem Birkák Zsolt polgármesterről a szójogászót a kiállításhoz. Tisztelt Fővadász úr, kedves vendégeink, kedves Radosia! Én részemről is a köszönet nyilvánítás maradt. Nagy örömmel hallgattam Fővadász úr szavait. Ugye nekem, mint településvezetőnek, önkormányzati képviselőnek, nekünk fő feladatunk az élhető település fenntartása, és én úgy gondolom, hogy Lajoskomáron, Medőföld déli részén ennek tökéletesen meg tud felelni. Nagyon örülök ennek a harmóniának, ami nálunk megjelenik, vadgazdálkodó és gazdálkodó között. Nagyon sok az átfedés, tehát legtöbb vadászú maga is gazda. Egy szerencsés együttlét, de úgy gondolom, látva az itt felsorakoztatott trófeákat, bár magam nem vagyok vadász, nem vagyok hozzáértő, úgy gondolom büszkék lehetünk rá, és látva az életkor eloszlását, bízom benne, hogy a dicső múlt mellé oda lehet tenni a dicső jelen, sőt, szintén elhangzott, megvan minden okunk arra, hogy a dicső jövőben is gondolkodjon. Ez a fő feladatunk, nehez kívánok mindenkinek kitartást, az idősebb generációnak, amit hallottunk, biztatok mindenkit, adja át a tudását, a korban levő fiatalok szerezzék meg ezt a tudást, folytassák apáik dicső hagyományait, és bízunk benne, hogy lesz még folytatása.
ennek a kiállításnak. Hallottunk egy felhívást, egy nemes gesztust állunk elébe, tehát amennyiben egy ilyen emléktábla, emlékfal avatása lesz, úgy gondolom meg tudjuk találni a megfelelő helyet. Községünkben szépülünk, tavalyi évben falunk alapítójának állítottunk emléket, nagyon szívesen állítunk olyan embereknek, akik tesznek ezért a településért, élhető legyen, segítve ezzel munkánkat. Mindenkinek kívánok további szép vadássikereket, szemlélőknek meg szép napot, és invitálok mindenkit, hogy a hétvégi rendezvényeinket legyenek részt. Köszönöm szépen! Utolsóként pedig hallgassuk meg a Kiskunsági Vadászkürt Együttesnek a előadásában azoknak a vadfajoknak a szignáját, amelyek itt bemutatásra kerültek, kivéve az afrikai részleget. Voltunk szignál. Thank you.
szépen köszönjük a Kiskunsági Vadászkürt Együttesnek, hogy emelték a bemutató, illetve a kiállítás fényét, színvonalát. Mindenkinek szakmai szempontból is kellemes napot kívánok, jó étvágyat majd az ebédhez, és reggeltessük a szemeinket a kisak. Szép próbálkozás! Köszönöm szépen neked! Szabolcs. A műsor mai vendége Bíró Ica. Most téged így köszöntelek, üdvözöllek a műsorban. Én is üdvözlök mindenkit. Egészséggel kapcsolatban gondoltam rád, és majd mindenképpen beszéljünk egészséges dolgokról, kérlek, és hozzánk hasonló, vagy hozzám hasonló férfi embereknek is, majd ha tudsz jó gondolatokat mondani, akkor azt előre is köszönöm, akik már közel a 40-hez apukaként, és esetleg hájasodva, pocakkal, stb. Mindig jól jön egy-egy tanács, de nyithatunk így. Kérünk szépen tanácsokat apukák, akiknek jön a háj, de már egy kicsit kezdünk mozogni, hogy mit csináljunk, hogy életben maradjunk, mit csináljunk. És egészségesek maradjanak az apukák és anyukák is. Természetesen az ember test, lélek, szellem, ez az elsődleges, amit érdemes megjegyezni. Tehát a gondolat teremt. Tehát minden, amit
képzelünk magunkról, azt tulajdonképpen be is vonzuk. És aki az egészséges életmódot választja, az mindenképpen az egyenes út. Ha csak azt jegyzik meg apukák, anyukák, hogy amit eszünk, az tud építeni sejtszinten, vagy leépíteni. Tehát amit eszünk, azzá leszünk, vagy abból leszünk, akkor ez egy nagyon fontos gondolat, és igen, és itt egy nagyon fontos még, hogy olyan táplálékokat kell fogyasztanunk, amely sejtszinten táplál. Tehát minőségre menjünk, ne a mennyiségre. Azt mondod, hogy amit eszünk, azzá leszünk, akkor ha valaki disznóhús teszik, akkor disznóvá válik. De egy kicsit lehet egyébként, mert szokták mondani, a húsevők egy kicsit, nem is tudom, agresszívabb emberek talán? Lehet, hogy hát nem így van. Ez sok vita van, én nem akarok se jobbra, se balra. Én az arany középutat választom. Én ott tartok, hogy az arany középút az, ami a járható. Nagyon sok olyan élelmiszer van, ami tele van, úgymond értéktelen, hát nem akarom azt a szót mondani, hogy szemét ételekkel. Hát igen, de vannak, tele van méreganyagokkal, tele van adalékanyagokkal, színezőanyagokkal, ízanyagokkal, amire nincs szüksége a szervezetnek, méreganyagként tárolódik, illetve ez leterheli a szervezetet. Ezért vagyunk fáradékonyak. Megjegyzem, a húsoknál ez egy, hát ugye nem tudjuk, hogy mit evett az a malac. Ez már nem az a malac, amit a nagymamáink etettek, kvázi ételmaradék akár, vagy nem az a kapirgálós, futkosós csibe, ami a réten fut és összeszedi a magot, hanem nem üzemi tud... csibe és üzemi igen. disznó. Na, szóval nem tudjuk, hogy mitől hízott meg az a disznó, nem tudjuk, hogy mitől nőtt meg az a csirke olyan gyorsan. Elképzelhető, hogy most már ugye nagyüzemileg ezt egy kicsit manipulálják. Én azt mondom, hogy ezt nagyon mértékletesen törekedni a természethez, a természetből kivett dolgok, a zöldségek, a gyümölcsök, ki tudja, mivel permetezik, de azért hát mégis keresni azokat a pontokat, amely a legközelebb áll a természeteshez. Vannak olyan speciális élelmiszerek, amelyek biztosan olyan háttérből kerülnek elő, amely biztosan minőség, biztosan tápértékben jó, biztosan sejtáplálék, tehát benne vannak azok az építőelemek, enzimek, vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, rostok, amelyek nagyon fontosak az emberi szervezet minőségi anyagcseréhez, érdemes ezeket választani. Még egy, hogy én az én elképzelésemben és az én könyveimben kitértem arra, hogy én őseink hitvallása szerint a természet körforgásának, tehát az éjszakonkénti táplálkozásnak is híve vagyok, figyelve az, hogy például a nagypapám majdnem 100 évet élt, tehát 99 éves volt, vidám és energikus, és nem volt kövér, tehát mozogtak eleget, és tulajdonképpen a természetes élelmiszereket fogyasztottál. Mindig csodáltam, ahogy magadhoz tudod ragadni a szót, és utána megtartani, és közben az ember egyébként el is felejti, hogy mi minden jutott még eszébe, de talán nem is baj. Na, akkor mondok olyan dolgot, ami nagyon egyszerű, jó? Ja. Például a citrom, az egyértelmű. Citrom. A citromról sokan azt hiszik, hogy savasít, nem. Lugosító élelmiszer, sőt, a vérerekről ezeket a bizonyos plakkokat, amelyek szűkítik az ércsatornát, és magas vérnyomás és idegességet okoznak, meg hát ne adj Isten, agyvérzés, szívinfarktust és egyebeket. Tehát tisztítja például a vérereket belül, tehát érdemes. Limonádé? Limonádé, zseniális. Ásványvíz, kis citrommal. Cukrot, ha kell, egy picikét, de inkább jobb, ha nem. Ha lehet, akkor jobb, ha nem. Például... Méz. Tessék? Méz. Az igen, egy fokkal méz. Jobb. Kalóriatartalma van, de egészségesebb sokkal. Tehát mondjuk limonádézzunk naponta. Naponta. Húsevéshez például, aki ugye húsevő, nem véletlenül, hogy még az éttermekben is ugye a karikákban, vagy kihozzák a facsarjunkra egy kis citromlevet, nem véletlenül, ezt elmondom, na ezt ha megjegyzik, akkor már nem volt véletlen, vagy nem, már megérte jönnöm. A hús és a citromlé együtt, tehát a hús és a citromlé, ha együtt fogyasszuk, akkor egy L-karnitin nevű enzim mert termel az emberi szervezetbe, amit amúgy is termelünk, de ez akkor többet termel, ez pedig a legintenzívebb zsírégető enzimünk, tehát már tettünk azért, hogy ugye a bontsuk úgymond a zsírt a szervezetünkből. Amikor megkapjuk a főételt, és ott van a kis citromkarika,
akkor például egy picit úgy mondjuk a villával masszírozzuk ki belőle akár a citromot, akár kicsit bele a húst. Így van, de akár ezt lehet nem csak egy karika, hanem egy fél citrom is, tehát egy kicsit intenzívebben, illetve akkor ha nem, akkor a limonádét. Mindenféleképpen az egy fantasztikus jó dolog, én nagyon szeretem amúgy is. Jó. De akartál még valamit mondani? Nem, ez ennyi. És akkor kérdezem például, hogy hogy vagy most így ebben az évben, az évnek utolsó hónapjaiban, hogy vagy egyszerűen? Én igazából én is most kezdtem el egy új testformáló programot saját magam részére is, illetve most nagy igény volt rá, nem annyira voltam így a köztudatban, tehát hogy mondjam, kevesebb órát tartottam, de most újraindítom, mert nagy az igény rá. Igazából saját magamon is észrevettem, bár sokan dicsértek, hogy nem látszik, de igen, vannak ilyen titkos zsírok, illetve nekem is, tehát az 57 centis derekamhoz képest egy a 6-7 centivel biztos, hogy vastagabb. Itt-ott megjelenhet ugye az, amikor úgy mondják ezt a testépítők, hogy fedett, de egy kicsit jobban fedett a kelleténél, tehát vastagodik a zsírpárna magyarul. Ez még nem olyan vészes, de ilyenkor érdemes elkapni, tehát rajtam is van most egy 5-6-7, nem is tudom, körülbelül ennyi centivel mérem, akkor szerintem egy 7 kiló biztos, és akkor most még könnyebb leadnom, mire míg nem ez sokkal több lesz, vagy 10-20 esetleg, tehát nem várom meg, most kapom el, és most elkezdtem egy olyan étkezési folyamatot, amely ugye segít, mert azért azt szokták mondani, hogy 70-80% az, hogy mit fogyasztok, és a többi 20-30% hogy mit mozgok. Uh-huh. Én hiszek abban, hogy a fejben is ugye, tehát amit gondolok, az valósul meg, sőt még a test szépítés, tehát a test ápolás bizonyos trükkjei, mint masszázs, önmasszázs és egyéb dolgok segítenek. Az én életfilozófiám szerint 4 dolog van, ami igazából a motivációt és a célt érést elősegíti. Tehát hogyan gondolom, hogy elhiszem-e, hogy képes vagyok, kitűzöm a célt és haladok felé, és ha ebbe hiszek, akkor azt biztos megvalósítom. Az egészséges táplálkozás az elengedhetetlen. Aztán harmadik a mozgás. Itt mindenki testalkatának és kedvtelésének megfelelőt ki mit bír. És van a negyedik, ami még gyorsít, a testápolás. Különösen nőknél, most itt fiúkról beszélünk, de a fiúk szerencsésebbek, mert ők az úgynevezett cellulitis, tehát amikor a göröngyös, a narancshéjhoz hasonlít a bőr, ez inkább a nők gyenge kötőszövetén keresztül mutatkozik meg, a fiúknál kevésbé, de egy masszázs az mindenféleképpen felgyorsítja az anyagcserét, a vérkeringést, a nyirokeringést, és a mozgás is ugyanezt tudja természetesen. Igazából érdemes még odafigyelni egy fantasztikus fűszerekre, a fűszerek is segítenek az anyagcserébe, tehát az a fontos, hogy egy megfelelő anyagcsere ritmust érjünk el, jó lakottságérzés, ne vigyük túlzásba a táplálkozásnál, tehát nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekedjünk, és tulajdonképpen én híve vagyok annak, hogy étkezzünk élvezettel, tehát én nem tiltom a csokit sem tiltom például, hanem azt mondom, most nagyon fontos, hogy a tudatodba dől el. Tehát jött hozzám úgy hölgy, hogy azt mondta, hogy a víztől is hízik, mondom, ez a program az benned van, sejtszinten te ezt éled meg, és igen, ha te ezt hiszed, akkor ez így van. Én megeszem a csokoládét, azt mondom, hogy nem gondolok arra, hogy én most bűnözök. Soha. Mert ha ezt gondolom, akkor ez válik valóra. Én arra gondolok, hogy áldott legyen ételem, italom, ahogy őseim mondták, és váljék egészségemre. Én ettől is karcsúsodom. Tehát egy program, egy önszuggesziós programmal is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy gyorsabban sikert érjünk el. Hát igen, gondolom, hogy akkor jó, hogyha ez természetesen működik, ez igen. Azt mondod, önszuggesszió, mert elvileg, ha jól működik az ember, természetesen működik, akkor ez ilyen automatizmus, hogy minden automata módon, és egyébként te például valószínűleg automata módon működsz, most így mutatom a formáidat. Köszönöm. Mert igazából évek óta mindig hozod a formád. Hát igyekszem. Nagyon fontos még a bőséges folyadékfogyasztás. Na. Tehát a magyarok, sok hölgyel találkoztam, urakkal is, és keveset isznak. Tehát egyszerűen
igenis fontos pótolni a folyadékot, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy megszületésünkkor 80% víz, aztán ez ugye fogy, de végső soron, hogy azt mondhatom, hogy a 70%-ban vízből vagyunk, tehát folyadékból vagyunk, létezünk, ennek a folyadéknak a pangó méreganyagokkal teri folyadékokat űzzük ki, mozgással, táplálkozással, gondolkodással és egyéb masszázsokkal akár, és pótoljuk, izzadni is nagyon jó, de a szaunában, az ősi titok, a svédek méregtanító módszere, vagy ha betegek vagyunk, egyből izzadunk, mert kidobjuk a méreganyagokat. Egyébként a zsírszövetek tárolják elsősorban a méreganyagokat, és ezt igenis nagyon jó lecserélni, tehát bőséges folyadékfogyaszt, akár méregtalanító tejákat is, és különféle olyan folyadékokat, amelyek kimossák úgymond belőlünk ezeket a káros anyagokat, amit eddig összeszedtünk. És érdemes egy méregtalanító kúra után egy olyan étrendet összeállítanunk, amely tényleg a minőségi dolgokra épül. Én ugye spirituális dolgokkal is foglalkozom, és nagyon nagy mesterektől is tanultam. Szajbabánál, amikor egy hónapot meditáltam, akkor ez mint üzenetet kaptam, hogy a teremtő erőnk akkora, amekkora a belevetett hitünk. És ez egy nagyon fontos mondat, hogyha csak ezt megjegyzik, megint csak egy jó dolog, és ha végig gondoljuk, akkor valóban a gondolatunk szinte kivetül, és teremtő erővel vagyunk felhatalmazva. A magyar szó egyébként amúgy is egy ilyen teremtés ihlette szóvilág, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk. Van is egy ilyen ősi mondás, azt hiszem, hogy ügyelj gondolataidra, mert szavakká lesznek. A szavakból ugye a cselekedetek szinte meghatározzák az egész életedet. Megbocsátás? Most lehet, hogy furcsa, ide nem kapcsolódó gondolat, de mégis ez jut eszembe. Nagyon fontos. A megbocsátás. Tehát ez is, igen, tehát ez egy tanulandó feladat. Én úgy gondolom, hogy nem csak nekem, hanem nagyon sok embernek. Sok sérelem éri az embert, sok sérelem érte az embert az élete folyamán. Én úgy gondolom, hogy minden, amit kapunk, az nem véletlen. Okokozati szinten működik az univerzum, és ezekkel a dolgokkal, amiket kapunk, ebben szembesülnünk kell. A félelem az, ami ugye legjobban visszatart minket, de szembe kell néznünk, ki kell magunkért állni, ki, ha nem én álljak ki a saját ügyemért, de mindig a nem ártás elve szerint kell, hogy éljek, tehát soha másnak nem szabad ártani, egyenesen, emberhez méltóan, az emberi értékeket betartva, becsülettel, hazugságmentesen, őszintén, szeretettel és egyéb dolgokkal. A megbocsátás az nekem fontos, mert hiába sértett meg XY, sok sérelem ért engem is, meg kell tudni bocsájtani, hiszen az elengedés egyik legfontosabb eleme, hogy megbocsájtok magamnak is, neki is, és onnantól kezdve nincs kötés, mert egyébként a gondolat az összeköt vele energetikailag, és ez lehúz. Tehát nincs szükségem rá. Saját magamnak fontos, hogy elengedjem ezt a rossz érzést, mert nem akarok soha többet gondolni se oda. Elengedtem, megbocsájtok, jaj, de jó, és hát ezt tanulni kell, ez nem annyira egyszerű, mint hogy elmondom, de napról napra. Az élet hoz még egy ugyanolyat utána, akkor nem az szokott történni, hogy megerősödj abban, hogy meg tudsz egy ilyen helyzetben bocsátani? Pontosan hozza az ember, egészen addig kapja az ember a leckéit, azokat a megoldandó feladatokat, amíg ezt tényleg meg nem tudja úgy oldani, hogy mindenki számára a legjobban. Tehát ezek megtanulandó feladatok. És mire csillagos ötös, valószínűleg akkor ér véget az életünk, nem? Vagy amikor végre kitűnő. Lehet, nem és tudom. És akkor hopp, már lépünk is ki. Hát elképzelhető, én hiszek a reinkarnációba, ugye én a keleti filozófiákat nem csak tanulmányozom, hanem azért élem is. Ugye jártam Kínába, a Shaolin főpap egyik, hát mondhatom, hogy női tanítványként nem is tudok másról, tehát nagyon sok megtiszteltetésért, és az univerzum energiáinak a testen belüli mozgatása, tehát a csikung, a csi energia, az életenergia, és a csikung légzés, meg a csikung gyakorlatok, ez azt jelenti, hogy én a saját testembe be tudom vonzani, és tudok energiát adni sejtszinten saját magamnak. Ez egy pár légzés, és légzéssel összekötött mozdulat, lassú mozdulatok akár. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos dolgok.
Én úgy gondolom, hogy így kell nézni az embert, hogy test, lélek, szellem, így az egység. Nagyon sok probléma egyébként, betegségek is lelki szinten ugye vetülnek ki, lelki szinten őrlődök rajta, és aztán fizikai szinten, amikor már fáj, amikor már nyoma van a testben, akkor is nagyon sok mester a lelket próbálja gyógyítani, és a gondolatok által tudunk kigyógyulni dolgokból. És amit Szajbabától kaptam, ez a bizonyos teremtőerőd, akkora mekkora belevetett hitem, és még azt is mondta hozzá, hogy mert te is isteni vagy, az isteni teremtő erő, az a szikra benned, bennem, és mindenkibe benne van, mindenkibe benne létezik az az isteni teremtő energia. Úgyhogy ha ezt tudomásul veszik itt Magyarországon minden ember, akkor és egyfele pozitív irányba, hogy úgy mondjuk összeadjuk az energiánkat, az erőinket, a pozitív szeretet energiáinkat, akkor óriási felemelkedés várhat erre a kis népre, akár. Hát egyébként igen, mint mondjuk egy közös imádságban, például igen. Mondjuk szilveszterkor, én ilyen, nekem van egy ilyen képzelgésem, Csögyörű. Hogy az milyen jó lenne szilveszterkor, az emberek úgyis egyébként is a himnuszt szokták énekelni, és az pont olyan, mint egy közös imádság, és olyankor nem is szokott történni egyébként semmi nehézség vagy baleset abban az egy percben. Igen, igen, mert akkor arra mindenki arra koncentrál, hogy boldog új évet, akkor igen, semmi ez baj, egy és mosoly pont. Van többnyire akkor. Az arcokon. Jó, hát akkor én most itt megfogadom ünnepélyesen, hogy amikor eljön a szilveszter pillanat, akkor itt gondolok rád is, a nézőkre is, és pontosan el fogom mondani azt az imát, ami úgy gondolom, hogy megsegítse a mi kis országunkat azoktól a problémáktól, amelyek úgy adódnak, de hiszek abban, hogyha tényleg egységesen összefogunk és kiállunk saját magunk érdekeiért, emberhez méltóan, másnak nem ártás elve szerint, akkor egy felemelkedés periódusa következik. Hát köszönöm a gondolatot, jusson eszedbe szilveszterkor, mert egyébként biztos vagy benne? Biztos vagyok benne, tehát hogyha tudod, ez egy program, igen. És akkor innentől kezdve ez szilveszter, és bevillan, hogy valakinek valamit ígértem szilveszterrel kapcsolatban, nem, ez egy, megvan, és akkor bevillan. Ezt most föl fogom tenni, ha megkapom ezt az anyagot, én is föl fogom tenni a saját weboldalamra. Miért érdemes ne? Egyébként megnézni a weboldaladat, még akár evés szempontjából igen, is. Igen, igen, most újítjuk, hát még nincs teljesen kész a weboldalam, mivel hogy mostanában, illetve most már elég régóta elég nagy igény jelentkezett arra vonatkozólag, hogy kezdjek el újra programot adni, akár torna, illetve hát táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban is. Ugye a könyvem az teljesen elfogyott, a DVD-im is hiányzik. Milyen jó, teljesen elfogyott. Teljesen. Tudom, mondtad. Igen, nincs. Igen, és hát igény volna rá, és most nagyon örülök, hogy van egy olyan cég, akivel közösen együttműködve egy olyan élelmiszert tudok, hogy úgymond ajánlani azoknak, akik fogyni vágynak, amely valóban hatásos, és megfelel annak a kritériumnak, ami nekem nagyon fontos. Tehát próbálok segíteni az embereknek, akik igényt tartanak rám, akik hisznek nekem, akik még mindig ennyi év után is azt mondják, hogy én egy hiteles valaki vagyok. Remélem, hogy igen. Én mindent megteszek azért, hogy szeretettel, örömmel, és egészséget, jólétet, és jó formát, mert aki jól érzi magát a bőrében, annak más a kisugárzása, annak megnő az önbizalma, és sok embernek napjainkban az a problémája, hogy nincs elég önbizalma bizonyos dolgokhoz, pedig igenis legyen mindenki egyedi, különleges, csodálatos. A magyar egy picikét, hogy úgy mondjam, sírva vigad, tehát egy picikét panaszkodós. Ne panaszkodjunk, semmi értelme megerősítenünk panasszal. Azt, ami egyébként is fáj. Ami egyébként is fáj. Nagyon fontos, ne panaszkodjunk, hanem inkább minden dologból lássuk azt, hogy feladat, a feladatot oldjuk meg tisztességesen, szeretettel, és onnantól kezdve, ha mi változunk, akkor változik a világ. Tehát a saját magam templomát, a lelkem templomát, a testemet tegyem rendbe, és oda-vissza hatás van. Tehát ahogy én kezdem magam jól érezni, tettem és cselekedeteim által, tehát teszek magamért, az az enyém, azt nem veheti el tőlem senki. Önállóan, befolyások nélkül kiállni saját magunkért, az igazunkért is, ha kell, összefogva
Akartam, igen, ezzel folytatni, mert az önállóan az még olyan magányos. Igen, lét, de először önállóan kell. Az első lépés az saját magam. Tehát akkor egyedül vagyok, akkor eldöntöm, és azt mondom, hogy igen, megcsinálom. Ha találok hozzá társakat, már pedig találok, mert ugye miről beszéltünk, hogy az azonos az azonost vonza. Tehát meg fogom találni a partnereket hozzá. Tulajdonképpen a fogyó program is, az én fogyó programom is úgy szól, hogy nem egyedül, hanem csapatban. Én is megtaláltam, illetve várom azokat a csapattársakat, akik szívesen dolgoznak velem, mert egy kihívás az egész élet, és én kihívom, ha úgy tetszik Magyarországon azokat, akik bíznak bennem egy olyan programra, hogy változzunk, változzunk együtt, változz velem, formálódj velem, testi, lelki, szellemi szinten, és reméljük, hogy ez a boldogságot hozza. És aztán lesz a generációból majd évtizedek múlva egy csoport, akik még mindig élnek, és azok lesztek ti, vagy azok leszünk mi, hogyha igen, mi is csatlakozunk, míg a többiek már rég átmentek. Hát ez az életrendje, ezen nem tudunk változtatni, de hát persze inkarnációba hiszek, de úgy gondolom, hogy most ebben a bőrben, ebben a létformában, amiben vagyok, ebben mindent meg kell tennem, mindent ki kell hoznom, a legjobbat ki kell hoznom a saját magamból, és hogyha a taníthatok embereket a jó dologra, mutathatom az utat, mint kis fényforrás, akkor én ezt nagyon szívesen teszem, mert azt hiszem, hogy ez az én dolgom, ez az utam, ez a születési programom, ha úgy tetszik az én karmám, hogy segítsek, és csináljunk együtt valami jót, szépet, amit át tudunk adni az utókornak, az utódoknak, mert hogy a földbolygó az egy tanuló bolygó, de nagyon izgalmas tanulóbolygó, hiszen a szabad akarat az én választásom. Én döntöm el, hogy melyik irányba megyek, jobbra, balra, előre, illetve mi a választásom, és itt a pozitív, szeretetteli, megbocsájtó gondolatok és az életfilozófia, az mindenféleképpen az visz arra az útra, amely az igazi felemelkedést jelenti. És ez is egy választás. Így van. Na jó, hát akkor most pont átmenetileg, jó? Jó. És bízom benne, hogy mi tudjuk folytatni. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Örülök. Köszönöm. Én is. És találkozzunk legközelebb is. Együttműködő partnerünk a Hotel Aqua Eger és a Hotel Orchidea Tengeritz.